Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jönnek is Code Ghost. Egy kicsit kínlódok most rám ezzel a játékkal, de a téma, amiről szeretnék beszélni, azt én Call of Duty-ban tanultam meg, és ott fejlesztettem, és ott próbált. Illetve hát nem fejlesztettem, hanem jött magától egy idő után a játék tapasztalattal, és vettem észre, hogy létezik ez a bizonyos dolog. Tehát amit látjátok, a cím is a tempó fajták, mert több fajta tempó van, és érdemes őket megfigyelni, vagy legalábbis elkezdeni gondolkodni rajtuk, mert akkor egy kicsit megint csak egy másik szintre tudod helyezni a játékot, és észreveheted, hogy néha tud újat mutatni a régi játék is. Kicsit a játékról próbáltam összeszedni a Halo Pilot-et, hát nem jött össze. A játék tempójáról ti majd eldöntitek a végére, de ahogy mondani szoktam, mostanában nincs kifogás, úgyhogy hát olyan, amilyen. Végül is nem annyira vészes ahhoz képest, hogy amennyire nem játszom a Call of Duty-val. Nos, de térjünk rá egy kicsit a játékra. Ugye az előző, már bocsánat, a témára. Az előző videóban beszéltem a rás típusokról. Ugye mondtam, hogy többnyire azért kétfajta rás van. Az egyik, amelyik megyünk és mi keresünk meg az ellenfelet, aztán vagy lelőjük, vagy nem. A másik pedig, amikor mindig újra helyezkedjünk bizonyos pontokból, és úgy lőjük le az ellenfelet. Na most ugye rátérve, vannak bizonyos tempó fajták is tulajdonképpen. Összeírogattam én itt magamnak egy kettőt. Van mondjuk, hogy talán olyan három fajta tempó létezik így nagy átlagban. Van egy olyan, ami lassú a játéknek, tehát amikor belépünk a játékba, fölveszünk egy tempót, tehát arról akarok beszélni. És van egy olyan, ami lassúbb a játéknál. Van egy olyan, ami gyorsabb a játéknál, van egy olyan, ami pedig így a játékon kívül van. Na most arra mindjárt rátérünk, azt meghagyom utolsónak. Természetesen amelyik lassúbb a játéknál, az nem igazán effektív igazából, szóval azzal nem nagyon tudsz mit kezdeni. Tehát ha lassúbb vagy a játéknál, játék tempójánál, attól a tempót, amit a csapattársai játszanak és az ellenfelei játszanak, akkor minden bizonyan nem fogsz végezni az első helyen. Aztán van egy olyan, ami gyorsabb, illetve a játék tempója, mondjuk úgy, és az hogy úgy mondjam, az a jó egyensúly, amikor egy megfelelően jó eredményt tudsz elérni, amennyiben mindig képes vagy tartani ezt a tempót. Tehát ha a játék végéig képes vagy tartani azt a gyors tempót, azt a lassabb tempót, azt a közepes tempót, amit éppen a csapatok diktálnak, ha az képes vagy tartani, akkor minden bizonyan jó eredményt fogsz elérni. Azt egyébként azért szeretek én rögtön úgy elkezdeni játékot, hogy az első pillanattól, mert azonnal felveszem azt a bizonyos játék ritmust. Tehát például amikor így egy ilyen félbehagyott mesbe így bedobálja a játék, akkor azt úgy nem szeretem, nem sikerül felvennem azt a bizonyos tempót. Nos, aztán ugye van ami gyorsabb a játék tempója, ismernek ilyen ember, például a Tibi, akivel ugye Battlefield-et szoktam, ő ilyen, tehát ő úgy veszem észre, hogy ő gyorsabban mozog, mint az adott játék tempója, nagyon hatékony taktika egyébként, nem tudom, hogy direkt csinálja vagy ösztönösen, de mindig egy fokkal gyorsabb, mint a többiek, ezáltal masszív killeket tud összeszedni, úgyhogy érdemes arra is rákoncentrálni, de mi kell ahhoz, hogy gyorsabb legyél a játék tempójánál. Tehát ahhoz hihetetlenül kell ismerned magát a játékot, és a például a spawn rendszer nagyon fontos például a játékban. Tehát, hogy gyorsabb legyél a játék tempójánál, tudnod kell a spawn rendszer. Mit takar itt a spawn rendszer? Az, hogy lelősz egy-két embert egy bizonyos helyen, azt tudod, hogy azok az emberek már rögtön máshová spawnolnak. Tehát, ha gyorsabb akarsz lenni a játék tempóján, lelősz egy-két embert, és már fordulsz a következő spawn felé. Miért fordulsz a következő spawn felé? Azért, mert ha te lelősz egy-két embert, a csapattársaid is lelőnek egy-két embert, a játék rögtön dobja őket az új spawn helyre. És így lehet egy kicsit gyorsabb lenni a játéknak a tempójától, hogy rögtön, gyorsan, azonnal mész a következő spawn helyre, és ott kilövöd őket, mielőtt még gyakorlatilag észbe kapnának. A Battlefield ebből a szempontból egy kicsit más. Tehát a Battlefieldnek több, a játékon belül is, tehát a tempófajtákon belül is több fajta tempó van. Ha gondoljátok, Battlefield kapcsán beszélhetünk egy kicsit a játékon belüli tempókról, és azoknak a tempófajtáikról. Na, egy kicsit bonyolultabb ott a dolog.
de meg lehet csinálni, tehát ha kedvetek van, arról is beszélünk. És mint mondtam, ugye van még egy tempófajta, én azt mondom, hogy ezt így a legtapasztaltabb játékosok játsszák, és az a játékon kívüli tempó. Így hívom én, tehát nem tudom, hogy van ennek valami hivatalos neve, de így hívom én. Tehát van egy ilyen játékon kívüli tempó, amikor úgy érzed, hogy úgy játszol, biztosan voltatok ti is veletek, úgy érzed, úgy játszol, hogy így nem tudnak megfogni, mert már előre tudod, hogy mi fog történni. Szóval, mikor egy kicsit kívülről szemléled a játékot, és mindig úgy helyezkedsz, és mindig úgy játszol, hogy így kívül essél a pályán, de mégis benne vagy. Kicsit hülye hangzik, igaz? Nem, az az igazság, hogy ez évekkel jött nekem, és egy kis tapasztalta, de például a Mavri kolléga, amikor még úgy játszogatott aktívabban, ő mindig, tehát őt már eleve úgy ismertem meg, hogy egy olyan játékos volt, aki olyan szinten kívül mozog a többi játékoson, tehát eleve olyan útvonalakat választott, eleve olyan tempóban mozgott, hogy gyakorlatilag teljes rálátása volt a játékra és a pályára, és ezért volt gyakorlatilag lelőhetetlen. Nem azért, mert gyorsabb volt, nem feltétlenül azért, mert gyorsabb volt, nem azért, mert taktikus, egyszerűen olyan másik szinten mozgott a játékhoz képest, hogy nem lehetett lelőni. Na most hogyan lehet elérni ezt a technikát, hogy őszinte legyek? Egyrészt ez tapasztalattal jár. Tehát azt hiszem, hogy egy jó pár év játék után kezd az ember így ráérezni, hogy hoho, tehát így kéne csinálni, úgy kéne csinálni. Ez onnan is jön, hogy már elkezdesz nem törődni azzal, amit a csapattársaid játszanak, nem megbízni bennük, hogy ők most el tudják azt intézni, és akkor lelövik, és én akkor csináltok valami mást, és akkor így szépen lassan kialakul tényleg az, hogy elkezdesz egy kicsit kívül mozogni a dolgokon. Na most, hogy rátérek az egész komplexitására, és hogy mi lenne a tökéletes megoldás, mert eddig egy kicsit olyan misztikus volt, azt hiszem számotokra ez az egész, még számomra is, ahogy így mondom. Tehát, hogy úgy mondjam, tehát első években olyanok vagyunk, hogy lassabbak vagyunk a játék, mert nem bírjuk felvenni a tempót. Aztán tapasztaltabbak leszünk, és elkezdünk játszani a játék tempóját, és azzal egész jó eredményeket érünk el. Aztán kicsit később felveszünk egy gyorsabb tempót, amikor rájövünk, hogy jók a reflexeink, és ügyesek vagyunk, akkor fel tudunk venni egy gyorsabb tempót, mert egyrészt megtanultuk a score rendszert is, és ugye a játék nagyjáboli taktikáját. Továbbá aztán jön ugye a játék kívüli rész, ami már olyan, hogy tudod a pályákat rettenesen ismered a szpórendszert, ismered a játékosok mozgás útvonalát, nem bízol meg semmiben abban a szempontból, hogy helyetted megcsinálják azt a bizonyos feladatot, hogy megvédenek, vagy fedezik azt a kört, és ezzel kapcsolatban már így idővel magától tulajdonképpen magadtól elkezdesz egy ilyen játék kívüli tempót csinálni. Na most ez a legnehezebb. Szóval ezt elérni a legnehezebb, főleg tudatosan elérni a legnehezebb, és nagyon sokszor fogod észrevenni azt, hogy bár szeretnél úgy játszani, de mégsem egy. Na most ilyenkor jön a mentség, hogy úgy mondjam, és keverni kell a kettőt. Szóval azt kell észrevenni, hogy vannak pálya szerkezetek, még kódban is, bár kicsik a pályák, de vannak olyan pályarészek, a spawn miatt például kódban olyan spawn csinál, hogy szinte köré dobja az ellenfeleket. Na most akkor kell gyorsabb lenni a játék tempójánál, tehát akkor felismerni, hogy na most gyorsabbnak kell lenni, mert elég sűrű jönnek az ellenfelek. Ez Battlefieldben is van így, na arról majd egyszer csinálunk egy másik videót. És felismerni, hogy akkor na, gyorsabb jönnek az ellenfelek, gyorsabbnak kell mozogni, akkor van az a pillanat, hogy na most elfogytak, na most úristen, honnan jönnek, mert a játék tempójában elvesztetted, hogyha éppen hova fogja őket dobni a játék, na akkor lelassulni, és kezdeni átlátni a pályát, na és akkor, mikor megtaláltad őket, felvenni a játék tempóját, és kilőni őket, és ez az összesség eredményezi azt, hogy teljes mértékben rálátsz a játékra és a pályára, és ad egy úgy képzeld el magad tényleg, amikor kívül mozogsz mindenkin, tehát hogy így nem engeded, mármint a játékon kívül nem engeded magad belevonni a játék szabályaiba, és a csapattársaid mozgáskultúráját felvenni, hanem egy teljesen egyedi mozgás útvonalon mozogsz, egy teljesen
egyedi gondolatmenetet alkoz meg, de azt hiszem, ez lesz leginkább a tapasztalat fogja tudni hozni. Na, ki vette észre magán, hogy már tud így játékon kívül mozogni? Most köszönöm a figyelmet, sziasztok!